A Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. Ezen a héten megkezdte a téli rezsicsökkentés tüzelőanyagának kiszállítását Szerencsen. A kormány a téli rezsicsökkentésben nem részesült vezetékes gáz vagy távfűtéstől eltérült fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri természetbeni támogatásáról rendelkezett. A kormányhatározat alapján háztartásonként egy igénybejelentés volt benyújtható tavaly október közepéig. Szerencsen összesen 460-an adták be igényüket tüzelőanyagra. 400 háztartás tűzifa, 13 szén, 32 propánbutánpalack, 15-en pedig briket formájában kérték a fűtőanyagot. Az igénylők szállítási költségeit átvállalta az önkormányzat. A Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. Szakemberei január 14-én kezdték meg a tüzelőanyagok házhoz szállítását. A gázpalackot igénylők egy kedvező ajánlatnak köszönhetően 3 PB gáztöltésre lesznek jogosultak, a 32 fő támogatásra jogosultat külön megkeresésben tájékoztatta az önkormányzat, hogy hogyan juthatnak a támogatáshoz. Itt vágjuk össze a saját költségünkön, vágjuk össze, még a veszteséget is vállaljuk, látszik a hátam mögötti felvételen ugye a fűrészpor, ami több száz mázsafa összevágásánál nem is kevés, de nyilván vállalja ezt is az önkormányzat, és imént ment el itt mellettünk az autó, amivel kihordjuk, ezt is vállalta az önkormányzat. Csak azért, hogy időben mindenkihez eljusson a fa, illetve a briket,